aztán úgy voltam vele, hogy jó, akkor most nagyobb vagyok az egészet, majd adok ennek még egy esélyt. És akkor következő évre már minden sikerült, amit így kiűztem magam elé. Az IKEA-t mentem, az IKEA-t megnyertem, meg a fenőbajnokságot is, úgyhogy ifi voltam. Mindegy, hogy tényleg azt adnom kellett magamnak még egy esélyt, nem volt egyszerű. Így iskola mellett sem egyébként, bár hozzáteszem, hogy engem sosem motivált ennyire az iskola, hanem mindig a gyújtást részesítettem előnybe, amiért egy pár házat megbíztam a szüleimmel, de jó, nyilván egy szintet azért kellett hozni, de végülis ők támogattak mindenben is. Igazából ez is így további, mert ott kezdődött, hogy amikor általános iskolában voltam, akkor minden nap elvittek Pécsre, oda-vissza. Mondjuk akkor csak délelőtt után volt edzés, de azért minden nap heti ötször elvittek, több évek keresztül, ami igazából óriási áldozat. Nagy áldozat a szülők részéről, így van. Igen, és akkor ezt így átgondoltam, hogy akkor belevettek ennyi energiát, mert minden, akkor ha nem csak magamért, akkor legalább így értük, próbáljam még egyszer. Ezek motiváltam a négy pontokon. Most egy picit azért könnyebb, mert most már szerintem van egy rutinom edzés szinten, vagy verseny szinten, hogy például ki tudok jönni, és van már ennyi tapasztalatom, hogy tudjam azt, hogy minél van, hogy esetben miért nem rosszabbul egyetés, vagy de semmilyen nem sikerült úgy. Gyertőcök, készültek egy-két kérdéssel, hogyha megengeded, mindenki egyet-egyet válaszol ki a legjobban. Van egy Dorottya, Simon Dorottya kérdezne tőled egyet. Yeah. Nagyon jár, igen. Miért pont az utást választottak? Hát alapvetően úgy indult ez az egész, hogy tanulják megúszni, és ebből indult az, hogy akihez kerültem, nem arra körüljük, mert tudom, hogy nem hozzá kerültem, de akihez kerültem, a Mészáros Andornak hívják, és ő nagyon megszerette ezt az úszást. Egyébként az egyszerűen is ő tanítja, amikor lehet, mert most a járvány miatt nem nagyon lehetett. Tehát nagyon megtalálta ezt a egyébként súlyt, hogy megjelenik oda is kell figyelni a feladatokra, de közben meg így összekötött a játékossággal, és ez nagyon tetszett, és azért is megszerettem a dúszást, és akkor ez így megmaradtam. És az én kérdésem, hogy tényleg igaz, hogy azért lettél pillangós, mert mindig késtél edzésről, és akkor büntiből kellett pillangózni? Nem egészen. Úgy volt, hogy volt egy időszak, vagyis hát bejött az időszak, amikor békatalappal kellett úszni, és azt mindig otthon hagytam. Az ilyen új dolog volt, és valahogy én sokan gondoltam arra, hogy ezt így be kéne rakni a csomagtartóba, és mindig otthon hagytam, aztán mindig kaptam ütetést. Először volt, mit tudom én, 1000 pillanó, előtte 2000 és így tovább. A végén már csak pillangoztam kb. Egész edzésen. 1500 pillangó egybe? Igen. Az igen. Igen. Ha már megálltam, akkor leonyították a fejemet Magyarországon. Nem jó, hát. Jó, német Kolos, akiről emlékeztem, hogy te is ugyan a PSN-nek vagy a versenyzője. Igen. Ő a hátúszó fiú, neki is volna kicsit már szakmai kérdése. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az EB-n úszott idődöm szerinted mennyit tudná javítani az olimpián? Hát én bízom benne, hogy meg tudom úszni az egyéni csúcsomat. Az egyéni csúcsomat az 1:53.42, és ebből szeretnék azért így javítani, és nyerni érdemet, mert ez nem tűk, hogy cél. És hát remélem, hogy sikerült. Jó lenne egyébként bemenni egy 5
nagy vágyam, és hogy az mire lesz elég, az hol egyszer lehívni. Köszönjük szépen, még egy kérdés volna, ez már a úszáson kívüli szabadidős sportodról volna egy kérdés. Hogy láttam, hogy szeretsz horgászni, hogy érzed, hogy milyen technikával horgász, és mi volt eddig a legnagyobb halad? Lehetett hallani? Ja. Igen. Az elején még nem, de összeraktam. Tehát, hogy szeretsz horgászni, milyen technikával horgászni, és mi volt a legnagyobb fogása? Hát, nekem nincs akkor a rekordom sajnos, tehát én 11 kilónál tartok. És nagyon szeretnék 20 fölé menni, és hát védelezni szoktam. Az öreg haverjaimmal, illetve a családommal, de hogy a családomból rengetegen rendelkeznek horgászengedéllyel, még anyám is, és ők nagyon szeretnek horgászni. Úgyhogy én csak védelezni szoktam, viszont így a az ilyen kötési részekkel még van a probléma. Szóval, hogyha elszáll a szerelékem, akkor meg is, hogy kiemelt egyekből, vagy valami ilyesmi. Szóval, annyira még el nem ilyenek, de ez abszolút biztos vagyok rá. Bár ez főleg attól is, mert hogy inkább a társaság húzott bele ebbe a fogászokba, de nagyon szeretem. Viszont, bocsánat, ma a boltban megjelent egy cikk rólam, ma meg lehet venni az újságot, és abban van egy ilyen beszorolókat, és két oldalban írnak rólam, hogyha esetleg gondolod, akkor vedd meg, mert abban minden benne. A testvéreidről szeretném kérdezni, hogy a többiek is úsznak, és hogy áll a legkisebb például, lesz vala a úszó? Anya bírja még? Én ezt azért kérdezem, mint anya, mert én tudom, hogy az anyukának rengeteget köszönhetsz. Igen. Hát anya ő azért kemény. Szóval ő elvégett most már azért négyen vagyunk. Igen, tudom. És a Marci 4 éves lett most decemberben, és nagyon szeret egyébként úszni, nagyon szeret más kicsinálni. Szóval nem csak egyfele viszik őt, hanem judót is áll, ugye a nagyobb öcsém is sportoló judózik, először utazott egyébként, neki nem tetszett. Én mindenfele kacsintok most a Marcióban, és nem tudom, meglátjuk, hogy mit lesz ebből. A Lóri, ugye a fiatalabbik a csinál, egy a fiatalabbik. Hát ő már akart az újtást egy 3 éve. Nehéz szerzőbben volt igazából, és 200 pillanatot úszott, de elég jó magas szinten. Ő is egy ilyen 2-0-1-et azért tudott 200 pillanatot, ami az ő korosztályában nem volt rossz, és egyébként nem sokkal jártam előtte a idő sem. De valahogy mégis úgy döntött, hogy ki nem kell. Igazából én abban hiszek, hiszünk, hogy neki igazából nem ez volt az útja. Valószínűleg nem. Kicsit sajnáltam, mert az utolsó években belemúztam együtt, és azért tényleg jó volt, mert nem a rivalizálás, ami néha nem volt jó, de mert tényleg ügyes volt. De végül is így alakult. A Peti pedig, egy napja fogjuk. Ön a 16 éves, és zsúgozik. Válogatott szintű zsúgos most már. Többször nyert országos bajnokságot. Kicsit ilyen kapuskolyású egyébként, mert hát most szégyen, de bevallom, hogy azért erősebb, mint én. És ő azért ilyen 91-2 kiló körül mozog. Ja, hát nem vele is ugyan fog indulni felnőttként, az biztos. Hogy neki nagyon jó, meg nagyon motivált, és valószínűleg neki meg ez lesz a jövő. Még egy úszásos kérdésem van, hogy élted meg azt, hogy tavaly elmaradt az olimpia? Örültél neki, hogy még egy éved van készülni, vagy bosszantott, hogy jó formában voltál?
Hát kicsit vegyes, mert nagyjából fél évvel majd belőtt ki azt, hogy, hogy akkor vírus van, és egy pár héttel rá kiderült, hogy nem lesz olimpia. Hát egyfelől még bosszantó volt, igen, mert úgy éreztem, hogy elég jól fel vagyok készülve, most januárig elég jól felkészültem. Nem tudom, lehet, hogy ez elnyerte egy kis időt, én azt gondolom, hogy nem bánom, és hogy még jobb tudok lenni, tudtam lenni most. Úgyhogy na, azt mondom, hogy nem baj, nem baj. Kicsit tudtam, kicsit jobban is tudtam, szerintem. És most elvesztettem, hogy készen állok erre. Tamás, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és itt a pihenő idődből rászántál egy fél órát, bár 20 percet beszéltünk meg, annyi kérdés lenne még, de már nem akarlak föltartani. Sok sikert kívánunk, és az, hogy kettős magyar siker legyen az olimpián. És akkor kívánjuk 3-4-re, hajrá Tamás! 3-4! Hajrá Tamás!